Üdvözlöm Önöket, Önök a világhíradót látják. Nem csak német nagyvárosokban, de Ausztriában is molesztáltak muszlim bevándorlók helyi nőket szilveszterkor. Sajtóhírek szerint itt néhány tettesről van szó. Az áldozatokat pedig a kölni és más német városokból érkező hírek bátorították fel, hogy feljelentést tegyenek. Egyes beszámolók szerint hasonló támadásokra készültek Finnországban is. Itt a helyi rendőrök még azelőtt őrizetbe vettek 6 iraki állampolgárt, hogy azok elkövethették volna a támadásokat. Egyre több áldozatról tudni a szilveszter éjszaka több német nagyvárosban, köztük Hamburgban, Kölnben és Stuttgartban elkövetett támadások kapcsán. 2016 első napjára Viradon több helyütt arab és észak-afrikai bevándorló fiatalok csoportjai szexuálisan zaklattak és kiraboltak nőket. Érezték, hogy ők irányítanak és bármit megtehetnek a nőkkel a nyílt utcákon. Borzalmas volt, mondja az egyik áldozat. Igyekeztem megvédeni magamat, de majdnem leestem a lépcsőről. Annyi ember vett körbe, hogy ezután már sem elmenekülni, sem magamat megvédeni nem volt lehetőségem, mondja egy másikuk. Hirtelen férfiak vettek körül, és mindenfelé tapogattak bennünket. A barátnőmmel megpróbáltunk elmenekülni, aztán egyikük megragadta a táskámat és kitépte a kezemből. Emlékezett vissza a támadásokra az egyik áldozat. A fiatal nő azt is hozzátette, halálfélelme volt a kölni téren, meg volt róla győződve, hogy meg fogják ölni. Neki azóta rémálmai vannak, és azt mondja, az incidens óta fél kimenni még az utcára is. Német lapok pedig egy belső rendőrségi jelentést is megszellőztettek, ami a Kölnben szilveszterkor történt botrányról készült. A jegyzőkönyv kaotikus állapotokat ír le. Eszerint a tettesek nem csak a nőket zaklatták, de egyes rendőröket is körbekerítettek, hogy azok ne tudjanak oda menni a segítséget kérő személyekhez. Menjenek haza, ezt üzente egy Oregon állambeli sheriff azoknak a fegyvereseknek, akik múlt hétvégén elfoglalták egy vadvédelmi terület néhány a szövetségi kormány ellenőrzése alá tartozó épületét. A tiltakozók számos úttorlaszt is felállítottak. Akciójukkal az a céljuk, hogy megakadályozzák azt, hogy a kormány földet birtokoljon a területen. Beszámolók szerint emberélet nem forog veszélyben. A terület a téli szünet idején zárva volt, amikor a fegyveresek behatoltak. Nem akarjuk, hogy bárkinek is baja essen. Fogják a csomagjaikat és menjenek haza, mondta a rendőrségi vezető. Katonai erősítést küldött a bolíviai kormány a brazil határ közelében található egyik városba. A 15 ezer lakos számláló településen keresztül gyakran szoktak drogot csempészni a szomszédos országba. A hatóságok 200 fegyverest vezényeltek a városba, ahol az elmúlt hónapokban több gyilkosság történt. Szélmalomharcot vív a bolíviai San Matias 5-fős rendőri állománya a bűnözéssel. A brazil határhoz közeli városban az elmúlt 4 hónapban 10 embert gyilkoltak meg. Köztük egy bevándorlási hivatalnokot, akit egy brazil állampolgár ölt meg több lövéssel december végén. A helyi gazdaság alapját gyakorlatilag a bűnözés jelenti. Sokan kábítószerkereskedelemből vagy autólopásból élnek. A probléma nagyon súlyos és csak rendszer szinten oldható meg. Az embereknek munkára van szükségük, mondta a helyi rendőrfőkapitány. A bolíviai városban pénzért vagy kábítószerért sok olyan járművet adnak el, amit a szomszédos brazil szövetségi államban loptak el. A helyszínre vezényelt katonák a hétvégén több mint 100 kokain laborban hajtottak végre rajtaütést. Keletre és északra is közel vagyunk az országhatárhoz, és út köt minket össze a tartományi fővárossal. A határt sokan tudják ellenőrizetlenül átlépni mindkét irányba, mert ekkora területet nehéz ellenőrzés alatt tartani. A határon a lopott járművek mellett lőfegyvereket, lőszert, robbanószereket és több százezer dollárnyi csempészárut szoktak lefoglalni. A bolíviai elnök szerint sikeresebben lépnek fel a bűnözők ellen, mióta 2008-ban kiutasította az amerikai kábítószerellenes hivatal munkatársait. Éjszaka ki sem tehetjük a lábunkat otthonról, mert nagyon veszélyes. Az emberek néha úgy ölik egymást, mintha semmit sem jelentene az életük, mondta egy helyi lakos. Bolívia a világ 3. legnagyobb kokain termelője. Az országon gyakran csempésznek át Peruban előállított drogokat is. 2011 óta a brazilok is megerősítették a határvédelmet és növelték a térségben állomásozó fegyveresek számát. Áradásokat okoztak a heves esőzések Kaliforniában, ahol az elmúlt napokban 2 nagyobb vihar volt, amik hatását az El Niño is felerősítette.
Az éghajlati jelenség miatt a következő hónapokban megnőhet a csapadékmennyiség. Így várhatóan enyhülni fog a negyedik éve tartó szárazság, ami csaknem 2 milliárd dollárnyi kárt okozott a helyi mezőgazdaságnak. Az időszakos esőzések hosszú távon nem jelentenek megoldást a problémára. Utakat öntött el a víz San Diegóban a heves esőzések miatt. Kaliforniában 2 heves vihar tombolt az elmúlt napokban. Paso Robles-ben az erős szélfákat csavart ki és épületeket rongált meg. Los Angeles környékén a sok csapadék meglazította a talajt a hegyoldalakon, ahol nyáron tüzek pusztítottak a szárazság miatt. A helyiek most földcsúszamlásoktól és áradásoktól tartanak. Glendorában iszapos víz öntötte el az utakat. Azúzában homokzsákokkal próbálják védeni a házakat. Aggódom, mert a garázsomat víz lepte el. Nem tudok olyan gyorsan védekezni a víz ellen, mint amilyen gyorsan mindent ellep, már a hátsó udvart is, mondta egy helyi lakos. Áradások voltak Ausztráliában is, Új-Dél-Wales egyik keleti régiójában, ahol a víz épületeket öntött el. A helyi sajtó beszámolói szerint az alacsonyabban fekvő területeken lakóházakban is károk keletkeztek. A térségben több utat lezártak. Az előző napok heves esőzései után most némileg mérséklődött a csapadék mennyiség. A hatóságok azt várják, hogy az árvíz teljesen elvonuljon. Utána megkezdik a károk felmérését és helyreállítását. Hatalmas érdeklődés kíséri idén is a Harbini Jég és Hófesztivált. A kínai Heilongjiang tartomány székhelyét a jégvárosának is nevezik, mivel az országban itt a leghidegebb és leghosszabb a tél. Ezt kihasználva több mint 30 éve minden télen jég- és hószobrokat, illetve épületeket mutatnak be. A rendezvény a szervezők szerint milliókat csábít a városba. Színes ünnepséggel kezdődött kedden a 32. Harbini Jég és Hófesztivál. A helyszínre már a megnyitó előtti próbanapokon mintegy 100 000-en látogattak el. A jégcsúszda jobban csúszik, mint más csúszdák. Nagyon izgalmas, de most, hogy kipróbáltam, kicsit fázom, mondta egy fiatal. Rekordot dönthet az idei leglátványosabb építmény, ami egy 2800 négyzetméteres, 51 méter magas kastély. Több mint 35 000 köbméter hóból készítette 160 szobrász. Most vagyok itt először, és nagyon boldog vagyok. Ámulatba ejtően szép minden. Ez a jég és a hó csodája, mondta egy diák. A megnyitó másnapján 15 szerelmes pár kelt egybe a fesztiválon, köztük egy ukrajnai is. Mindketten Harbinban nőttünk fel. Szeretjük a jeget és havat, ezért akartunk ilyen környezetben megházasodni. Sokat jelent nekünk, mondta egy menyasszony. Az egyik vőlegény már 7 éve együtt van párjával, aki szerint esküvőjük sokáig emlékezetes lesz. Szokatlan módja ez a házasságkötésnek. Sok év múlva nagyon kellemes lesz visszatekinteni erre az emlékre, mondta a menyasszony. Szerdától péntekig 3 napos versenyt tartanak, amire több mint 10 ország, mint egy 60 jégszobrásza nevezett be. Nincs olyan hideg, mint az elmúlt években. Nekem viszont ez jobb, mert Barcelonából jöttem és melegebb időhöz szoktam, mondta egy spanyol jégszobrász. A művészek idén 150 000 köbméter havat és 180 000 köbméter jeget használtak fel, ami rekordnak számít. A legnagyobb kihívás, hogy a modell alapján jégből kell kifaragni a szobrot, aminek más az anyaga. Még dolgoznom kell rajta, mondta egy másik művész. A kínai állami hírügynökség szerint a fesztivált idén nagyobb területen tartják, mint korábban bármikor. A rendezvény területe körülbelül 112 focipályájának felel meg. 58 millió font közelébe átszámítva mintegy 24,5 milliárd forintra nőtt a jackpot a brit nemzeti lottón. A nyerőszámokat szombaton húzzák ki, a Szigetországban valóságos lottólásztomból. Már az előző heti 50 millió fontos nyeremény alap is új rekordot jelentett, ezen a héten pedig újabb 15%-kal nő a nyeremény. Amennyiben január 9-én sem lesz teli találatos szelvény, úgy a nyereményt az 5 találatos szelvények birtokosai közt fogják szétosztani. A rekord nyereményhez az is hozzájárult, hogy néhány hete egy brit nőnek hihetetlen pekje volt. Habár teli találatos szelvénnyel játszott, a számítástechnikai rendszer hibájából kifolyólag azt nem rögzítették, ezért nem is vehette át nyereményét.
Önök a világhíradót látták, köszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok!